Már fél órával a hivatalos kapunyítás előtt várakoztak a leglelkesebb érdeklődők az épülő multifunkcionális sportcsarnoknál. Rövid regisztráció, munkavédelmi sisak mindenkinek, és kezdődhetett is a túra. A majdani főbejárattól az úgynevezett kerengőbe vezetett a csoportok útja. A szektorokat alulról lehet föltölteni, a mobil szektorokat, a fix lelátót az pedig az északi-déli oldalon van egy-egy lépcsőház, ami alatt a pincében vizes blokk van, illetve a négy lépcsőházon keresztül lehet fölülről megtölteni. Ámultak a kíváncsiskodók az adatok hallatán, hát még mikor beléphettek a küzdőtérre, ahol a mobil lelátók is lassan elkészülnek. A büfé utcába és a VIP szektorba is bepillanthattak a résztvevők. Utóbbiból könnyedén át lehet lépni a Magvasiba is. Persze az 5554 férőhelyes aréna sokkal impozánsabb látványt nyújt. Első látásra szépnek tűnik, aztán majd meglátjuk, hogy az átadáskor hogy fog kinézni. Meglepő a színezése, kicsit zöld-fehérebbet vártunk volna, de azt mondom, hogy előbb-utóbb ebből sem fog semmi látszani, hogyha teltházas mérkőzések lesznek. A csarnok túrából nem maradhatott ki az etós kézislányok leendő öltözője sem. Persze van még munka itt is bőven, de a csempék és a járólapok már a helyükre kerültek. A csarnok debütáló mérkőzése a november 23-i Eto Sevehof női kézi BL meccs lesz.